Sziasztok, hype-a, ahogy megszoktátok. Hogyha otthonról készítek adást, egész biztos, hogy valamilyen állattal kezdjük, általában dióval, de most sietni kell, úgyhogy csak a macskát hoztam. Sötétedik, és nincs nálunk lámpa. Ja, de van. Ezeket a roncsokat fogjuk most megvizsgálni, hogy érdemes, vedd, ne vedd. Nos, hát az autóban szoktuk a sötétet írtani ugye a lámpával, ami szokványos módon egy ilyen H4-es izzóban tud megtestesülni. Természetesen vannak tök más formátumok, de ez a legnépszerűbb, úgyhogy most ezt fogjuk jól megvizsgálni. Rendeltem egy nagyon-nagyon rettentően gagyit. Zörgök egyet, pillanat. Hát most nézzétek, nem csoda szép, ugye? Tehát ilyen, legalább ilyen kobledek vannak rajta, de most nézzük meg. Tehát a kivitel, hát nagyjából egy olyan 20 fokkal tér el a párhuzamostól, már eleve. Ugye ezeknél az izzóknál nagyon fontos tulajdonság az, hogy nagyjából kell, hogy imitálja egy normál, hagyományos H4-es izzónak a pozícióit, mármint látjuk szépen a kis filamenteket az izzóban belül, és ezeknek az elhelyezkedését illene valamilyen módon nagyjából reprodukálnia egy ilyen ledes izzónak. Ez semmilyen módon nem tudja ezt imitálni, hiszen négy felületről szór eleve, és nagyon távol attól a ponttól, ahonnan kellene. Most ezek a foncsoros izzók, ezek nagyon-nagyon háklisak arra, hogy ez a pozitúra ez megfelelő legyen. Ki fogjuk próbálni, hogy ez milyen képet vetít, de hát előre vetíthetőleg, hogy képzavarral éljek, óriás nagy siker nem várható. Ellenben viszont a másik szett, ami a Night Eye nevet viseli magán, eleve úgy indít, mint egy rendes professzionális eszköz. Nézzük csak, kibontom a dobozt, és az első dolog, ami kijön belőle, az egy fehér színű pamut kesztyű, hogy nehogy véletlenül meg kelljen fogni a kis koszos izzókat. Eddig jó. Na, milyen, lányok? Kis estéihez jó lesz? Még az is lehet, hogy műteni fogok. És ezen kívül itt vannak az izzók. Állítok megint egy fókusz. Jaj, srácok, annyira nehéz ezen a pici monitoron szépet csinálni nektek. No, itt mindjárt látjuk, hogy jóval közelebb esik a középponthoz ez a két úgynevezett cob LED, ahogy a szépen magyarul kifejezzük. Ebből kettő az irányban felfelé van, tehát hogyha megnézzük szemből ezt a gyűrűcskét, akkor ez a kettő van felfelé. Ez a tompítottat hivatott működtetni, és ez az alsó, ez pedig a fényszóró. Tehát följebb ez a kettő a felső filamentet, ez az alsó pedig az alsó filamentet próbálja pozícióban követni. Most látjátok, hogy ez nagyjából tök frankon működhet, hogy a csatlakozó külön van, és ez mindjárt felvet egy kérdés, hogy mégis hogy lehet akkor ezt berakni a kocsiba, mert hogy ugye a normál csatlakozó az itt szokott lenni ennek a tövében, ennek a befogó kis cuccnak a tövében. És ezt úgy találták ki a kínai mérnökök, egyébként szerintem tök szimpatikus módon, hogy ezt egy ilyen bajonett megoldással ki lehet ebből szedni. Ezt be kell tenni a helyére, arra jön ez a gumi porvédő harang, ami az autó része, tehát ez nem a szett része, ezt ugye erre így rádugod. Mondom, rádugod, így, helyére rakod, és utána kell ezt a izzószerűséget, ami természetesen csak egyféleképpen illik bele, ahogy kell, újra helyére rakni, és akkor a csatlakozót pedig rá tudod dugni a rendes csatlakozóra. Ez ott fog lifegni, nem tudom, hogy ez mennyire jó megoldás, viszont látszik, hogy ennek a LED-nek nem csak passzív hűtése, hanem aktív hűtése is van. Itt figyel rajta egy ventilátor, ami ugye az elemeknek itt ki lesz téve. Állítólag esküdnek rá, hogy ez bírja, tehát hogy ott némi párát, sarat, ilyesmit, az hőt egész biztosan fog kapni, de mégiscsak jobb, mint ha csak egy sima hűtőborda lenne. Mindjárt a következő hátrány az, hogy nem minden autóba fog ez nyilvánvalóan elférni, bár én azt gondolom, hogy a kábel oldalra van elvezetve, tehát valahogy csak be lehet szuszakolni. MX-5-ösbe bukólámpához nem próbáltam ki. Egyébként ebből ebből a szépségből, azt hiszem nagyjából 6000 forintnyi megfelelő dollárért vásároltam a Gearbestből, nem, Banggoodról. Nyilván a linket majd jól belepasszírozom a leírásba, hogy másnak is lehessen ilyen szép izzója, ha akar. Viszont még előtte muszáj megnéznünk, hogy vajon hogyan prosperál, mert hát mégis ez a vízválasztó. Érdemes-e megvenni egy ilyen izzót, vagy sem? Ez meg talán 1200-1300 forintnak megfelelő összegbe került. Ezt minden körülmények között került. Na gyertek, kerekedjünk fel, nézzük meg! Na srácok, első körben arra gondoltam, hogy a hetsz és a móka kedvéért szépen sorba bele fogom rakni csak így simán az izzókat ide a foglalatba, és
megnézzük, hogy mit csinálnak, mire számíthatunk egyáltalán. Kezdjük először is a halogénnel, beleillesztem ide a helyére, gondosan ügyelve arra, hogy természetesen az izzót ne fogjam meg. Tompított állása, reflektorállása. Belemutogatom kicsit a kamerába is. Látjuk, hogy azért ez viszonylag sárga, nem is kicsit, viszont nagyon szépen irányított, és rohadt sok hőt termel idestova, már most égeti a kezemet. Jó, lett légyen a következő, ez a rettentően bizalomgerjesztő. Ez nagyon meleg, nagyon vigyázzatok, amikor ilyet csináltok, mert tényleg nagyon forró. Szóval a gagyi, és kapcsolom a kapcsolót, 1-2-3, és reflektor. Tulajdonképpen most mondanám, hogy meg vagyok lepve, de ez nem lenne igaz. Srácok, az olcsó a drága. Na nézzük ezt a csodálatos Night Eye-t, hogy vajon ő mit produkál. Itt ugye a csatlakozót külön tudjuk belerakni a helyére. Gondosan lehelyezem. Hát ez így rettentő tudományos, hogy így le van így csapva a helyére. Reflektor. Ó! Azt a... Hát nekem az a meglátásom, hogy ez világít, mint az állat. És mondjuk fúj is, mint az állat, de egész szépen van irányítva a fény. Azt kell mondjam, hogy ha ez így tud működni, akkor ez jó. Úgy ítélem meg, hogy alkalmas arra, hogy folytassuk a kísérletet, megnézzük, hogy a lámpába illesztve a helyén mit művel. No, tehát ez a hagyományos izzónak a rajzolata, illetve a színe. Hát, olyan szép sárga, ahogy a klasszikus mondja. Ez egyébként egy sima 60x55 wattos. Nézzük meg a távolságot is. Hát, ez tök jó lenne, srácok, amennyiben a tompított nem világítana fölfelé, mint az állat. Sajnos ez így használhatatlan, pedig fényerőre, meg színre meggyőző. Na, mint a mellékelt ábra is mutatja, srácok, H4-esnél szerintem ez a megoldás nem jó, mert hogy egyszerűen formátlan lesz a fény, nincsen meg az a rajzolat, ami kellene. Ugye a H1-es és H7-es izzóknál külön kis kanál irányítja a fényt, ami a H4-esnél nincsen, hiszen ez az izzón belül található, és mivel ledesen nincs, ezért nem tudja ezt a rajzolatot megadni egy normál fényszóróval. Valószínűleg kénytelenek leszünk csinálni egy tesztet majd valamilyen más formátummal. A lednek a fényerejével már tényleg nincsen probléma, az, hogy mennyire melegszik, illetve tartós, azt majd az idő fogja megmondani, nem én? De minden esetre ugyanúgy égette a kezemet akárcsak a halogénizzó, úgyhogy gyanítom, hogy előbb-utóbb melege lesz a motorháztető alatt. Na, csináljak más formátumoknak is összehasonlító tesztet? Tedd a dolgod, amennyiben igen. Köszönöm, hogy velünk tartottál. Látlak a következő adásban, és addig is szervusz és hájpa-hájpa! Te mehetsz, csak a cini kell. Na, figyelj! Cini, oda figyelj a kamerába, jó? Mert beköszöntőt mondunk, oda!